Mit keresel itt? Szeretném megmenteni a családod. Nem értem. A családod csődbe fog Tudom menni. Jól, Pilar. Elgondoltad már, mi lesz az anyáddal? És a nagyanyád? És Victoria, akinek vissza kell jönnie Párizsból, mert elfogyott a pénz, hiszen ez borzasztó, Ivo. Igen, ez borzasztó. De ezt az egészet el lehet kerülni, és te oldhatod meg. Nem értem, mit akarsz mondani. Hogy te megtarthatod nekik a házat, a vállalatot, mindent, amiük csak volt. Az apám kiegyenlíti az adósságot. És szíved segít az apád az én családomnak. Hogy boldoggá tegye a lányát. És a lánya férjecskét. Miféle férjed, Pilar? Téged. Ha elveszel feleségül, megmented a családodat, és mindenki nagyon boldog lesz. Te szórakozol velem? Nem. Én nem tréfálok, nagyon komolyan beszélek. Jól van, jól van. Én nem vehetlek feleségül téged. Én nem lennék boldog veled. Ez bízd csak rám nyugodtan. Pilar, én nem szeretlek. De én meg szeretlek. És meglátod, ha elfelejted a cseléded, Milagrost, te is nagyon boldog leszel velem. Mégis, Pilar, te úgy beszélsz az életemről meg a tiédről, mintha csak egy játék lenne. Jól Ez van, jól van, figyelj, nyugodj meg, akkor fogd fel a dolgot úgy, mintha csak egy üzlet lenne. Inkább úgy szeretném felfogni, mintha egy rossz ízű tréfa lenne. Rendben van, ahogy csak akarod. Jól van. De most már tudod, hogy hogy állnak a dolgok, a családod nagyon rosszul. Menj el innen. És én nem akarom látni, ahogy a nagyanyád szembesül ezzel, szerintem inkább meghalt Menj el. Az anya. És mégis mit érezzek? Amit te, amit mindenki? Ez borzasztó. Na de miért nem mondtad el nekem? Nem volt mit tennem, nagymama. Mit mondtam volna? Én is akkor tudtam meg, amikor mások. Mm. Igen. Ez szomorú. Igen. Na jó, de... Ez biztosan nehéz hír volt számodra. Katasztrófa volt, én azt mondanám. Hirtelen mindent elveszteni az olyan, mint a végső csapás. Úgy nézett ki, minden rendben megy, és... Hát mindegy, engem most csak az érdekel, hogy te ne ess kétségbe, remélem magadhoz fogsz térni. Nyugodj meg, nagymama. Nem. Te is magadhoz fogsz térni, hidd el. Nem, Ivo, az én koromban már nincs idő ilyesmire. Ugyan már, fiam. Tudod, hogy mi történt? Milli arra kért, hogy költözzem el veletek. Nagyon jól tette. Na jó, de én nem akarok. Miért nem? Nem akarok. Nagymama. Nem akarok. Persze, mivel Milli mondta, hogy dolgoznia kell, hogy kell valaki, aki a gyerekkel van. A gyerekkel? Gyerekekkel. Hogy? Hát nem is tudtál semmit. Semmit sem mondtam. Jézusom, ne csináld ezt velem! Elnézést! Mit nézelődünk? A medencét nézegetem. A medencét? Igen. Hát ez nagyon érdekes. Igen. Tudod, hányszor úsztam benne? Az egyik kezemen meg tudnám számolni hányszor. Hát ez nagy baj. Igen. Milli, mikor építették, azt hittem, mindig úszni fogok. Annyi mindent elhatároztam. Annyi mindent. De hihetetlen, soha nem használtam. És most pedig el is veszítem. Fogd fel könnyedén. Most nyugodtan kell fogadnunk, hiszen ha nem... Én nyugodt vagyok, nem vagyok ideges, csak nem bírom abba hagyni a gondolkodást. Jajjajjajjaj. Én mindig azt hittem, hogy ezek a dolgok nem történhetnek meg velünk. Hogy csak egy idióta veszíthet el mindent. És eshet nyomorúságba. És most nézd rám. Nézd meg engem. Nekem nincs semmi. Senki se vagyok. Megmondjam, mit van? Ha? Mim? Trutyi van a fejedben.
Csak ne neves, mert komolyan beszélek. Csak is trutyi lehet a fejedben, hogy ilyesmiket gondolsz. Hogy lehetséges, hogy annyi sok éven át nem tanultál semmit? Mili, itt kell megtanulnom. Természetesen egy csomó dolgot. És te mit tanultál meg? Nem a ház számít igazán. A legfontosabb itt van, az otthonunkban. És mi ez? A legfontosabbak. Azok, akik a falak között élnek. Az emberek, akikre mindig számíthatunk. Nem hiszem el neked, szerintem magam nem értem, hogy nem értetlenkedsz. Miért van az, hogy Milagros nem mondta el nekem? Mit nem mondott el? Hogy gyereket vár. Mi? Az angyalka tényleg gyereket vár? Mi? Nem is mondta el. Nem, jaj. Hogy gyereket vár, te szórakozol velem? Hisz nekem nem mondott semmit. Nekem nagymama árult el. Ezt nem is hiszem el. Biztos azért nem mondta még el, mert meg akart lepni minket. Igen, vagy lehet, hogy azért nem mondta el, mert hogy lehet, hogy nem is a fiatal úr az apja. Jaj, dehogy is. Elnézést, nem mondtam semmit. Hadd gratuláljak. Kösz. Sokat kell még tanulnod. Az élet nem csak pénzből áll, hanem azokból, akik szeretnek téged. És te talán szeretsz engem? Nagyon. Oh, ez igazán kellemes érzés. Édesem, 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 édesem! Nem is hiszem el, nem hiszem el, nem hiszem el, édesem! Ezt nem mondhatod komolyan, édesem! De micsodát? Jobb, ha most elmegyek. Nem, nem, maradj csak, hiszen zár is tartozik. Igen, hiszen vagy hol leszel. Nagymama? Hogy én nagymama leszek? Bizony, igen, asszonyom, hát nem csodálatos, ez tényleg tök szuper csudi, jó angyalkának lesz egy kicsi kis babája. De én még nem vagyok felkészülve rá, hogy nagymama legyek. Á, nem kell aggódni, asszonyom, hisz a maga korában már dédunoká is lehetnének. Jaj, az én koromban! Jaj, asszonyom, valami rosszat mondtam? Nem. Na de tényleg nem vagy... Tényleg nem lesz gyereked? Bocsáss meg, csak egy kegyes hazugság volt. Azt akartam, hogy a nagy jöjjön el és költözzön hozzánk, csak meg akartam őt győzni. Igen, most már mindent értek, minden rendben. Semmi baj. Bocsánat. Nem, semmi baj, rendben van, helyesen tetted. Csak tudod, édesem, nem tudom, de egy pillanatra olyan nagy kedvem volt, hogy apa legyek, igen, igen. Komolyan kedved van hozzá. Igen. Jól van. De valamikor az leszek, ugye? Igen, eljön majd az ideje. De azért jó nagy marha vagy, tudod-e? De miért? Mert utoljára Ibizán szeretkeztünk, és ha terhes lennék, akkor már így néznék ki, nem? Igen, igazad van, de elvesztettem az eszemet is, és azt hittem, hogy ott talán velem maradt valami. Nem. Megkerested valamikor is az anyját, azt a cselédlányt. Érdekelt, hogy éle még a gyereketek. Gondold el, Federico, az csak egy baleset volt. Mindent el fogsz veszteni. Mindent. Tudom. Akkor beszélj Ivóval. Ő nem hagyhatja nyomorúságban a családját. Nem teheti. Szóval, szépen sorjában. Igen, esküvő, munka, lakás, minden. Na igen, először is munkát kell szerezni. Nem tudom, Gloria, én annyira boldog voltam, tele energiával, és olyan... Hát és én, képzeld csak el, hogy örültem. Nem hiszed el. Na? Hirtelen belém költözött 100 ember ereje, igen. Supermannek képzeltem magam, Supermannek. Úgy éreztem, azonnal találok munkát. Igen, nos... 100-at. Egyelőre elég lesz egy is. Elég lesz egy is. Na ide figyelj rám, Carlos Alberto. Én nem mondtam Natalia Marizának, hogy jöjjön el hozzánk. Bújj csak be! Te? Beszélhetnénk? Ha muszáj. Nagyon fontos. Tedd le magad, hallgatlak. El kell mondanom, hogy a család megmenekülhet. Hogyan?
Lehetséges, hogy lesz majd egy kölcsön, és Federico túljuthat ezen a válságon. Megmentheti a házat és a vállalatot is. Hát ez fantasztikus, nagyon jó hír. Igen, de hogy ez megvalósuljon, áldozatokra lesz szükség. Áldozatokra? Milagros, te vagy az egyetlen ember, akinek lehetősége van megmenteni ezt a családot. Nem is tudom, mi van velem, Pilar. Érzek valami nagy nyomást. Itt bent. A mellemben, érted? Egyszerre csak olyan nehézé vált a légzés. Milyen gyógyszer van erre? Nem tudom. Semmi, Luisa. Amit te érzel, az méreg. Igen. Ez az. Mérges vagyok, és... Félek. Nagyon félek. És nem tudom, mi lesz velem.